Kovács Patrik futballedzőnek készül, ősztől végzős gimnazista lesz. A nyarat viszont a legnagyobb áruházlánc egyik hipermarketjében tölti Budapesten. Polcot rendez és árut pakol, napi 8 órán dolgozik a tanítási szünetben, jellemzően hétvégéken. Leginkább egy jogsi meg egy autóra szeretnék így most így gyűjteni. Ez így a cél most. Ez mennyi pénz szükséges hozzá, illetve mennyit lehet itt megkeresni? Hát most... így ilyen 120-200 ezer forintot simán össze lehet keresni. Mikóczki Kitti is érettségi előtt áll. Gyerekekre felügyel az egyik miskolci szálloda játszóparkjában. Júliusra 12 nap nyári munkát vállalt, bruttó 900 forintos órabérért. Ő is főleg a jogsira hajt. Meg hát, ha elmegyek valahova, akkor nem mindig anyáiktól kelljen kérni pénzt, hanem tudjak én is fizetni. Idén szaktudás nélkül átlagosan 1000-1100 forintos bruttó órabérrel helyezkedhetnek el a tanulók híradónk információi szerint. Ráadásul a diákok ugyanabból a bruttóból nagyobb nettót vihetnek haza. Nekik ugyanis nem kell járulékokat fizetniük, ha iskola szövetkezeten keresztül vállalnak munkát. Van, ahol úgynevezett jelenléti bónuszt is sorsolnak köztük, csak azért, mert munkára jelentkeztek. Nettóba kiszámítva 150 ezer forintot is kereshet, ugyanis a diákbérek esetében mindösszesen 15% személyi jövedelemadóval kell számolni. Hogyha erre már rájön valamilyen műszakpótlék vagy jelenléti bónusz, és eléri a bruttó 1500 forintos órabért a fiatal, akkor már egy nettó 200 ezer forintot is kereshetnek. A szállodai recepciósnak vagy idegenvezetőnek álló diákok pótlék nélkül nettó 200 ezer forintot kereshetnek a nyelvtudásuk miatt. A munkaadók általában 10-12%-kal magasabb órabéreket kínálnak a tanulóknak, mint tavaly. A minimálbér emelés és a munkaerőhiány miatt. A nagyobb fizetések hatására több fiatal akar dolgozni, de így is van olyan szövetkezet, ahol a meghirdetett állások ötöde betöltetlen marad. Ebben nincsen a tavalyi évhez képest változás. Körülbelül a megrendeléseinknek úgy az ötödét nem fogjuk tudni kiszolgálni, mert nem lesz megfelelő mennyiségű vagy minőségű diák a nyári időszakban. A diákok döntő többsége valamilyen irodai kisegítő munkát keres az általunk megkérdezett iskola szövetkezetek szerint. Általában nem szeretnek gyümölcsöt szedni, és utána kukoricát címerezni, a teljesítménybérezés, illetve a tikkasztó hűség miatt.